A hármas találkozó során Brüsszelben Alexander Vučić szerb államfő és Hašim Tači koszovói elnök mellett Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője is jelen volt. Alexander Vučić kijelentette, Koszovó szerb szuverenitása nem kérdőjelezhető meg. Emlékeztetett arra, hogy Szerbiának nincs teljes szuverenitása a tartomány felett. A szerb államfő kiemelte, az ő feladata, hogy megvédje Szerbiát és a népet. To je moj posao. A da se junačim i da šaljem tuđu decu u smrti, da mi svi oni koji su poslali svoju decu u inostranstvo i obezbedili ih lepo, a da nečija tuđa deca ginu zato što oni misle da to tako treba, ja u tome da učestvujem neću. Da branim Srbiju, da štitim njenu slobodu, to ću uvijek da radim. Szerbia készen áll, hogy párbeszédet folytasson Koszovóval, de mindenek előtt azt kell tisztázni, mit kapnak a szerbek és Szerbia, és csak ezután beszélhetnek minden másról, mondta szerb államfő az albán újságíróknak nyilatkozva. Vučić kiemelte, Szerbia nem ismeri el Koszovó függetlenségét, majd aláhúzta. Mindenki, aki részt vesz a párbeszédben, tudja, hogy mit kér Szerbia, azonban a területcseréről soha nem esett szó. Hašim Tači Koszovó elnök úgy véli, nehéz szembenézni Szerbiával, mint mondta, meg kell nyitni az utat a Belgrád és Pristina közötti megállapodás eléréséhez, amely Koszovó kölcsönös elismerésével és az ENSZ-ben való tagságával kellene, hogy befejeződjön. Újságírói kérdésre azt mondta, a Szerbiával, illetve Alexander Vučićjal folytatott párbeszéd agresszív volt, míg az ő részükről csupán érveltek a kiegyensúlyozott megállapodás elérése érdekében, amely kölcsönös elismerést, Koszovó ENSZ tagságát és az 1244-es számú határozat helyettesítését jelenteni. Fontos és érzékeny témák állnak még előttünk az elkövetkező napokban, hetekben, fogalmazott Hašim Tači. Az Európai Unió arra számít, hogy Szerbia és Koszovó gyorsan megmutatják a párbeszéd iránti elkötelezettségüket, mondta Federica Mogherini a találkozó után. A felek az előre haladáshoz szükséges lépésekről tárgyaltak, valamint úgy döntöttek, hogy folyamatosan kapcsolatban maradnak az elkövetkező napokban, hogy értékelhessék a találkozó eredményét, tette hozzá Mogherini.